Elkezdődött a gyermekvédelmi hálózat átszervezése. A kormány a Világbank és az UNICEF javaslatára rendelte el a nagy átszervezést, ami igazából azt jelenti, hogy felszámolják a hagyományos gyermekotthonokat. Első körben 50 ilyen elhelyező központot zárnak be, így közel 20 ezer kiskorú számára kell új otthonokat teremteni. Olcsem Sepsibodog községhez tartozik. Nevezetessége az 1827-ben épített Mikó kastély. Az ingatlant és az ehhez tartozó területet 7 éve szolgáltatták vissza Mikó Miklós Németországban élő leszármazottainak. 3 évvel ezelőtt tulajdonosváltás történt, Sepsibodog és Kovászna megye önkormányzata fele-fele arányban megvásárolta a kastélyt a családtól. Közösen az megyei önkormányzattal vásároltuk meg ezt az épület sort, ami itt van, 11 hektár területtel benne a Mikó kastély, tehát ezt azért vettük meg, mert egyedüli olyan pont, ahova turistákat tudnánk fogadni. Mindig elmondjuk, hogy a falu turizmus hogy kéne működjön, de hát miért működjön és hol, mikor nincs, amit megnézzenek a turista. Első lépésben állagmegőrző munkát végeztünk, tehát nyilván legelső a cserép volt, a tetőzet, utána pedig kiürítettük az épületet, hogy ne raktárként használják, itt lepucoltuk a padlást, ahol rothadt gyümölcsöktől, hagymától elkezdve, vaságyon keresztül minden volt, tehát nagyon-nagyon sok munkát végeztünk, elsősorban a Bodog polgármestere és polgármesteri hivatala, és ezzel párhuzamosan pedig egy szakszerű felújítási tervet készítettünk egy szakemberrel. A két önkormányzat tehát összefogott, hogy a híres vadászkastélyt turisztikai központtá varázsolja. A műemléképületben székely lovas múzeumot, konferenciatermeket és szálláshelyeket is létesítenek. Már elkészült a nemzetközi versenyek szervezésére is alkalmas fogadhajtópálya, és lefektették a mintagazdaság, a kertészet és csemetés alapjait is. Elkezdték a társasági életet háborúkat idéző 1840-ből származó freskók restaurálását is. Ám a nagy felújítás még nem kezdődhetett el. A kastélyban, tudniillik, gyermekotthon működik. Kötelező uniós szóhasználattal elhelyező központ. Az egyike annak az 50-nek, amelyet az UNICEF és a Világbank bezárásra javasolt. A gyermekvédelmi hatóság 2016-ban egy pályázat keretében a Világbank segítségével elkészített egy felmérést. Felmérték a rezidenciális otthonokat, itt gondolok a gyermekotthonokra, és nem a családi házakra, és a felmérésnek az eredményeként kiválasztottak 50 olyan központot, amelyet szükséges lenne bezárni az első, hát elsőként, első körbe. Az 50 kiválasztott otthon ba szerepel az Olcsemi otthon is. Olcsemen, a Mikó kastélyban 1974-ben hoztak létre speciális iskolát a fogyatékkal élő állami gondozásba került kiskorúak számára. Az épületben most 58 gyermek él. Az ő sorsukról kell dönteni. Egyrészt uniós szabványok nyomására, másrészt, hogy a szintén uniós pályázattal megvásárolt kastély birtokosa eleget tehessen a határidős és egyéb előírásoknak. Azért már elég sok idő eltelt ahhoz, hogy a megyei önkormányzat, a gyermekjogvédelem kellett volna lépjen, hiszen tudják, hogy ez már magán kézben van, és azért vettük meg, és kötelez a törvény is rá, hogyha megvettük, akkor valamit tegyünk is vele, mutassuk fel, hogy miért kellett megvásárolni, mert azért még valamikor számon is kérhetnek minket. Tehát én azt mondom, hogy most már csak ott volna az ideje, hogy lépni kellene, hiszen ha a széjjel nézünk, akkor ezek a nagy épületek a kastélyban, amik vannak az udvaron is, kártek, épületek mennek széjjel, duvadnak le, nincsenek gondozva, tehát ezt így nem lehet tovább tartani azért, hogy 50 gyerek van az udvarban, és akkor itt nézzük, hogy melyik épület mikor fog széjjel duvadni. A legfontosabb a gyerekek érdeke, ezért először keresnünk kellett olyan megoldást, hogy biztonságos
biztonságosan, hosszú távon biztonságosan, hogy tudjuk áthelyezni a gyerekeket. Ez a megoldás pedig egy Európai Uniós pályázat, ez egy meghívásos pályázat, ami azt jelenti, hogy a román kormány kijelölte azokat az egységeket, amelyeket felszámolnak az országban, köztük az Olszemit is, és ezzel párhuzamosan, hogy ez előtt, még a felszámolás előtt természetesen uniós pénzből 3 modulban építünk családi házakat. A felszámolás során a gyermekek családi házakba fognak kerülni, vagy éppen nevelőszülőhöz, vagy segítségünk kell haza, gondozzuk őket. Tehát nem azt jelenti, hogy ezek a gyermekek most az utcára kerülnek. Mivel speciális szükségletű gyermekekről van szó, ezért figyelembe kellett vegyük, hogy olyan helységekbe hozzuk létre ezeket a házakat, ahol biztosítva lesz számukra a speciális oktatás. Több mint bizonyos, hogy Baróton lesz 2 családi házunk, és 1 Bodzafordulón. Kovászna megyében 3 gyermekotthon és 12 családi típusú ház működik. 2 ilyen házban sérült kiskorúakat látnak el. Ezen kívül nappali és rehabilitációs központok, illetve nevelőszülők segítenek a megyei gyermekvédelmi rendszerben szereplő közel 1000 gyermeken. Én 2008-ban kerültem be Olcemre, Sepsibükszádi vagyok, és véleményem szerint, tehát én úgy érzem, hogy itt jobb. Abból a szempontból, mert ott nagyobb a közösség, és nem jobban tudtam odafigyelni a dolgokra, mert tanuló vagyok, és nem nagyon volt időm így külön egyedül tanulni, mert zaj volt, ilyesmi. Itt meg leülök egyedül, és csend van, és nyugodtan tanulhatok, és jobban szeretem. Én mondjuk az elején fura volt, hogy kisebb a közösség, ott meg nagyobb volt, de hát meg lehet szokni. De hogy érzed, hogy jobb, hogyha itt maradnak egy ilyen környezetben, vagy hogyha családi típusú házakat építenek nekük? Tehát melyik a jó megoldás? Hát ezt most így nehéz erre így válaszolnom. Ugye nem kapnak szeretetet, elég törődést, és ez a gyerekeken érződik is. Nagyon vágynak a szeretetre, a törődésre. Hogy most hogy lenne jobb nekük? Hát lehet, hogy ilyen családi házakban, hogyha kerülnének, akkor jobb lenne. Az alkalmazottaknak felajánlottuk, ugye, hogy lehetőségük lesz majd ezekbe a házakba dolgozniuk. Ugyanakkor felajánlottuk számára az átképzést, úgymond, tehát nevelőszülőkké válhatnak azok a nevelők, akik természetesen szeretnék ezt, és ugyanakkor azt is felajánlottuk, hogy a meglévő központjainknál, ha épp 2 év múlva, mert körülbelül 2 évre tervezzük ezt az egész folyamatot, ha akkor lesznek megüresedett állásaink, akkor ők lesznek azok, akik elsősorban elfoglalhatják ezeket az állásokat. 58 sérült gyermek sorsának alakulásáról kell döntenie most a Kovászna megyei tanácsnak. Kiszolgáltatott kiskorúak, akik nem először kerülnek nehéz helyzetbe. Emlékezzünk csak vissza, nem is olyan rég a munkaügyi miniszter egyetlen tolvonással teljesen megvonta az állami támogatást a szociális szolgáltatásokat végző intézményektől. Akkor, dicséretes módon, Kovászna megye tanácsa elsőként lépett, a helyi költségvetésből szakította ki a támogatás kormányra eső részét, amely nem kevés, 90%. Bízunk abban, hogy minden nemű uniós szabvány, megszorítás és sürgető határidő ellenére most is a gyermekek érdekeit tartja majd szem előtt. Ám ez csak a Kovászna megyei helyzet. További 19 ezer gyermek számára kell új otthonra találni az elkövetkező 2 évben. És tekintettel arra, hogy a kormány világbanki javaslatra utasít ugyan, de nem teljesíti finanszírozási kötelességét, csak remélni tudjuk, hogy a gyermekvédelmi hálózat nagy átszervezési projektjének haszonélvezői valóban ezek a sokszorosan sérült kiskorúak lesznek.